Sziasztok! Van egy pár bakelit lemezem, amit hát az volt a tervem, hogy majd egyszer meghallgatok, vagy néha szoktak ilyen retro bulikra felkérni, és gondoltam, majd egyszer jól jönnek ezek, de aztán mindig ugye laptoppal dolgozik az ember, úgyhogy ezektől most megválnék, úgyhogy gyorsan így végigpörgetjük, vannak itt Dolly-ról, ez egy Hogedon Classics, ez egy hát elég jó kis ilyen szintetizátoros. Dolly-ról Vakáció, Dolly-ról elég jó állapotú lemezek egyébként, tehát szépen voltak tárolva, hát nyilván nem mai gyerekek, de egyáltalán nincsenek vészes állapotban. Hungária, ezekről egyébként kiváló bulikat lehet tartani, és tényleg remek állapotban is vannak. Ergo, Európa, a Vén Európa, Varga Miklóssal, Express, hát van, aki ezt is szereti, fonográfok vannak, Szörényi, fonográf, na ez egy picit kopottassabb, de a borító miatt elsősorban. A mi újsága, Egrer úr. Nehéz az út, Illés zenekar. Ez egyébként egy viszonylag kedvelt lemez. Zorán. Eszményi Viktória. Még egy Eszményi Viktória Heilig Gáborral. Kovács Kati lemezek. Kovács Kati és LGT, az nem lehet egyébként annyira rossz, de bizony sajnos nem lesz időm ezekbe belehallgatni. V-motorok, ebből van pár, Demjén is, fújom a dalt. Van egy Demjén oríté nélkül, nyilván ez inkább csak dísz. Elvesz egy gémántok, V-motorok. V-motorok, titkaim, Katona Klári, Katona Klári, és akkor van pár komár, egyébként még később is jön pár komár, Százfolk, Konzsuzsa, Utak előtt, Korvina, azt is van, aki nagyon szereti, és akkor van pár lilla lemez, illetve Napóleon Bulvár. Piramis lemezek, ezeket is van, aki nagyon kedveli, Ergo, aztán meg pár Komár László, Mambo Italiano, örök klasszikus, Elvis emlékek, Gemini staféta, azt hiszem ez a staféta, de nem biztos. Lehet, hogy ez nem most a féta. Kati és a kerekperec, szép állapotú karácsonyi bojtorján album. Figyelem, itt vagyok, Kardabea. Egyébként mindegyik lemez belső tokos, de a tipikusan a könnyű ki lemez kivételre vannak szabva, úgy láttam, szinte mindegyik. Express, jöjj hozzám! Nagy olasz slágerek. Ihász. Ugye a Kártágónak az a felvétele, amin a Requiem rajta van. Egyébként nem nagyon van olyan lemez. Erdés ne félj. Akkor van pár Máté Péter. Elmegyek. Szívhangok. És társai, aztán jönnek a Kártágó. Lemezkék, ilyen tipikusan mindegyik lemez úgy van helyezve, hogy a borító, most nem akarom összetapizni, ha legalább már ezt a jó pár évet így kibírták, de ugye felszerű mindet így megfordítani.
Aztán van itt pár zalatnai, ami egyébként nem is rossz, illetve értékben sem képvisel rossz értéket. Különösen ez a, hogy mondjam el, ezt lehet, hogy majd egyedárosítom is egyébként. Aztán vannak ezek a tipikus top hits, nem ezek. Na itt van egy Amiga, Amiga készlet tart. Hello Dolly. Újabb Disco Party. Egy Szobotka, Szobotka. Trubodocki. Jó, azt nem tudjuk micsoda. Van egy Puccini Toszka egyébként, ez egy egész komoly lemez. Nem éppen ebbe a gyűjteménybe való, de Subidubi, Tini dal, és tulajdonképpen ez az angyal bőrben az utolsó, mert innentől kezdve aztán már kopik vannak. Úgyhogy ez 10, 20, 30, 40, tehát durván 80 darab lemez jó magyar slágerekkel és hanganyaggal. Köszi szépen, hogy megnéztétek, sziasztok!